Csehiéből, Belgiumból jöttem. Csiker Imrének hívnak, 6. osztályos vagyok, és most 7 kísérletet mutatok be. A kísérleteinknek neve kísérletezzünk vízzel. A motorjuk Archimedes nagytörzs volt. Azért választottam ezt a motort, mert ő kísérletezett először behatóban a vízzel. Ő fedezte fel a felhajtó előtt és a vízkiszorítást. Továbbá volt egy találmánya a vízzel kapcsolatosan, az Archimedes-i csavar, amivel vizet lehetett szivattyúzni és továbbítani. De nem csak vízzel foglalkozott, hanem hadászattal és matematikával is. Kerül róla egy olyan történet, hogy akkor hogy egyszer elment fürödni, és a kádakban túl sokáig hagyta folyni a vizet, és ezért túltelt a kád, mikor ő beleugrott, akkor a mennyiség annyi víz szorítódott ki a kádból, mint amennyi az ő testének a térfogata, és ekkor jött rá a víz kiszorításra, és mikor erre rájött, anyaszőz messzelen rohant haza, és útközben azt jelválta, hogy Heuréka, ami magyarul azt jelenti, hogy megtaláltam. Na most kezdem a kísérletet. Az első kísérletemhez 3 kornak hoztam. Mind a 3-ba az én véleményem szerint más szénsav tartalmú ízi való döntött.
Judit persze kéri, hogy mindenféle megvesztegetéstől tekintse rá minden versenyt. Nem is akarom megvesztegetni. Hol sem azt a bólát? Úgy is tudom. A zsűri kérdez. Javaslom a csapba önteni, mert ilyen anyagot a zsűri nem iszik. Ezzel nem lehet megvesztegetni, mert egészségtelenül tudjuk. Akkor ha már nálam van a szó, szeretnék kérdezni tőled egy szakmai, meg egy a kísérletről független kérdés. Az egyik, mi volt a show szerepe a kísérletben? A show szerepe az volt, hogy a víz sűrűségét emelje, és ezért a normál víz alá sűrjekje a sószint, vagyis sóval. Más kérdés? Igen, azt kérdezném, de ezt most a kísérletről függetlenül úgy tudom, hogy 6. évfolyamosan. Igen. Mi az, ami ösztönzött arra, hogy ezekkel a jelenségekkel foglalkozzál? Mitől? Szeretem a fizikát, és hát sajnos nem tudom. Sajnos nem, hát nagyon régóta talán már 3. szeretem a fizikát, és 5. már jöttem volna a versenyre. De úgy tudom, hogy nincs is ilyen tárgyad még. Nincs, nem. Nem, nincs. Akkor honnan szereted a fizikát? Sajnos nem tudom. Figyeljed majd a Szegedi Egyetemen, van egy ilyen kísérletes verseny, hogy játszunk fizikát, ahol a 5-esként, 6-osként is lehet jelentkezni. Ezt mindenkinek mondom, tudom, mert érdemes a honlapot figyelni, mert hasonló jellegű megpróbáltatásokra van lehetőség. Elnézést tartok tavaly évben.